a Hungarikumok gyűjteményébe, tehát a magyarság csúcs teljesítményének a körébe került a mai döntések eredményeként a Vizsói Biblia. Azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős a Biblia, mindaz, amit a magyar műveltségben, irodalomban, kultúrában jelent, egy olyan csodálatos alkotása a magyarságnak, amelynek itt a helye a Hungarikumok között. A 9.-11. századi magyar íj, a honfoglalók, államalapítók emblematikus fegyvere is a Hungarikumok közé került, és a szegedi fűszerpaprika őrlemény szintén ebben a körben van. Tehát három olyan kiváló dolog, amely idehaza is jól ismert, de messze határainkon túlsugázó hatással is bír. Döntések születtek a magyar értéktár bővítéséről is. Itt az unikum keserű likőr, amely bekerült a körbe, egy több száz éves hagyományos receptnek köszönhető és messze földön ismert magyar ital. Bekerült a kültős kalács a magyar értéktárba, amely egyszerre székely, erdélyi és magyar érték. A piros arany és az erős pista is ebbe a körbe került, népi hagyományokra visszavezethető, semmi túlzás nincs abban, ha azt mondjuk, hogy világmárka hasonlóan az unikumhoz. A szatmári szilvalekvár a teljes történelmi Szatmár területének egy jól ismert, kedvelt étele és a hozzá kapcsolódó kultúra, gazdálkodási mód, népi tradíció is megérdemli azt, hogy a magyar értéktár része legyen. A héjvízító és a tradicionális héjvízi gyógyászat szintén a magyar értéktár része. A világ legnagyobb melegvízű taváról van szó, ahol évszázadok óta gyógyulnak az emberek, a gyógyászatról is világszerte ismert. Az értéktárba került Neumann János életműve, kiváló magyar tudós. Azt hiszem, hogy külön nem kell bemutatnom az informatika és a számítógépek világában aratott maradandót, a mai világ elképzelhetetlen az ő szellemi teljesítményei nélkül. Az értéktárba került a bocskai viselet, amely a hagyományos magyar viseletnek jelenben is élő alkotása. Erdélyben különösen fontos kiemelni, maradt fönn, és ma újra reneszánszát éri. Ünnepi rendezvényeken komoly alkalmakon egyre többen hordják. És végül a bajai halászlé, amely a magyar értéktárba került, az a halászati kultúra, amely egyedülálló módon fönnmaradt és virágzik, Baján a ráépülő kiváló halászétel, rendezvények, ünnepi alkalmak, azt hiszem, hogy maximálisan indokolják azt, hogy a magyar értéktárban méltó helyet kapjon. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezek voltak a döntések, így bővül mind a Hungarikumok, mind a magyar értéktárban lévő értékek köré. Én bízom abban, hogy további javaslatok jönnek, hiszen a Hungarikum Bizottság elé kerülő indítványok, alulról jövő kezdeményezések eredményei alapos előkészítő munkát igényelnek, és szakértői bizottságok véleményét követően tud a Hungarikum Bizottság végleges döntéseket hozni.